Szép estét kívánok! A Tatai Körzeti Televízió hírháttérműsorát, a hírszemlét látják. Február 1-je van kedd, tartsanak velünk ma is! Kedvezően alakult az elmúlt esztendő lábatlan város életében. Az önkormányzati pályázatoknak, beruházásoknak köszönhetően közel 300 millió forintot fordítottak a város korszerűsítésére. Az évek óta problémás úthálózatot sikerült szilárd útburkolattal és köves úttal ellátni, ezek mellett megújult a vízvezeték és a csapadékvíz elvezetése is megoldódott. Az idei esztendőre vonatkozó tervek között szerepel egy több mint 400 millió forintos beruházás, amellyel az óvodát és annak környezetét szeretnék modernizálni, illetve a régi üresen álló általános iskola is új funkciót kap majd. A továbbiakban egy hosszabb kerékpárút, a kikötő átalakítása és a csatorna rendszer megújulása is a tervek között van, amellyel a település turisztikailag is fontosabb szerepet kap majd. 2021-es évünk egy mozgalmas évnek mondható a vírus ellenére. Természetesen minket is megviselt az elmúlt évek, illetve még a mostani is folyó vírus helyzet. Lábatlanon nálunk is voltak sajnos veszteségek, de ahhoz képest egy mozgalmas évet zártunk a 2021-es évben. Ebben nagy segítséget nyújtottak folyamatos pályázati pénzek, amiket az önkormányzat megnyert. Egy kis pályázati mérleget, hogy mondjak, a 2021-es évben az önkormányzat 258 millió forint értékben nyújtott be pályázatot, amihez egy 24 millió forint önrészt kellett biztosítania, így összesen 282 forint fordítódott lábatlanul fejlesztésekre. Több fejlesztést hajtottunk végre, úthálózatunkat, saját fenntartású úthálózatunkat javítottuk új aszfalttal. Olyan utakat is pályázati pénzen megnyertünk, amik nem szilárd útburkolatot jelent, hanem köves utat, és ezt is teljesen elindítottuk és fölújítjuk, ami még most is tart, tehát a 2022-es évben is átnyúlik ez a beruházás. Örömmel mondom, hogy egy olyan útszakasz is elindul a felújítás útjára, ami már évek óta problémás, és talán azt mondható lábatlan egyik legrosszabb utcája, amire már decemberben megjött a jó hír, hogy 80 millió forintot nyertünk, plusz még hozzá csatlakozó úthálózathoz még 90 milliót, úgyhogy ez egy teljes útkonstrukció lesz, itt a vízvezetéket, illetve a vízi közmű is kicserélésre kerül. A kulturális életre egy kicsit térjünk át, ez is egy mozgalmas évnek mondható a kulturális életben, ugye bár májusig, illetve május végéig nem tudtuk elindítani igazából a kulturális életünket ugye a vírus miatt, de júniustól indult, és nagyon sok és színes rendezvényt hoztunk lábatlan életébe. Természetesen voltak azok a rendezvényeink is, amik már évek, sőt, más már azt tudom mondani, évtizedek óta jelen vannak a város életébe, így mint a Gerecse Borbarát által rendezett borsétányunk, nyitott pincénk, a Blues Fesztiválunk, ami 2022-ben például egy jubileál 20 éves lesz, úgyhogy ezek egy igen érdekes programok, de természetesen színesítettük tovább, és elmondható, hogy elkészült egy szabadtéri színpadunk, egy újabb szabadtéri színpadunk első lépcsője lent a Dunaparton, amit már a tavalyi évben belaktuk, és színházi darabokkal, koncertekkel. És el tudom azt mondani, hogy ezt a színpadot be tudtuk illeszteni a Visegrádtól egész lábatlani kinyúló Dunakanyari Operett Fesztivál, vagy Opera Fesztiválba, úgyhogy nagy örömmel szolgált az, hogy itt megjelent egy új színfoltja a művelődésnek, illetve a zenevilágnak. A Gerendai Ház ugye az 15
11-néhány éves dologat, amikor ugye felújította és az önkormányzat ugye tulajdonba került, azóta ott is folyamatos felújítások, illetve bővítések voltak. Én azt gondolom, hogy az olyan színfoltja lábatlannak, és itt a településnek és a környezet településnek, hogy itt az a légkör, ami ott a gerendai házat körbeveszi, illetve a körbe a 2 hektáros arborétum, olyan programoknak, amik beltéri programok, tehát koncertek, kamarakoncertek, előadásoknak a helyszíne, egy méltó helyet tudunk biztosítani. Ezzel kapcsolódik még ugye a gerendai kertünk, ami folyamatosan újítjuk, újra gondoljuk, fejlesszük. Tavaly évben elkészült a régi tónak a rekonstrukciója, és az idei évben is, nem állok zsákba macskán, de idei évben is folyamatos felújítások és bővítések lesznek majd a kertben elkövetve. Beszéljünk talán egy kicsit a 2022-es évről, tehát ez volt a 21-es év. A 2022-es év is azzal kezdődik, hogy sok-sok pályázatba szeretne indulni a város, illetve már a januári hónapban beadásra kerültek pályázatok, amik a megyei TOP plusz pályázatcsomagba került beillesztésbe. Egy vízi közmű, illetve csatorna javítási pályázatot nyújtottunk be. Ezbe 150 milliós keretösszeg jelenik majd meg, illetve ami egy nagy projekt lesz, az az óvodánk felújítása, illetve tornaszobával bővülése, ami egy majd 400-450 milliós beruházás, és annak az értékét nyújtottuk be pályázatba. Szintén a kulturális élet megtámogatására is kerültek beadásra pályázataink, amik remélhetően majd kedvező elbírálásban részesül, hogy ugyanolyan színvonalas életet tudjunk lábatlan város életébe behozni, mint a tavalyi évben sikerült. Természetesen, amiről beszéltem, lesznek a hagyományos rendezvényeink, ami látszódik már az eseménynaptárunkba, megrendezésre kerül ugyanúgy a nyitott pincék program, megrendezésre kerül a 20. Blues Fesztiválunk, amiről azért azt tudni kell, hogy bekerült a megyei értéktárba a program, úgyhogy a 20-ra egy nagy durranást tervezünk, úgyhogy mindenkit szeretettel várunk az eseményen. Nagyon színvonalas, és az ország, illetve határon túlról is várjuk a vendégeinket. Nagy esemény a város életében még maga a városi napok, amit a szeptemberi hónapban rendezünk. Itt is névos koncertek, kirakodóvásár szokta színesíteni lábatlan életét. Részt szeretnénk ugyanúgy venni az Opera Fesztiválba, ami egy másik színfoltja lehet itt a zenei életnek, és lent a Dunaparti, én azt gondolom, hogy egy olyan környezetben hozzuk be ezeket az előadásokat, koncerteket, ami ha valaki eljön és megnézi, az rácsodálkozik, hogy milyen szép helyen és milyen méltó helyen hallgathatjuk a zenét, illetve az előadásokat. Tehát ha visszatérve a pályázatokra, hogy ebben az évben körülbelül 600-700 milliónyi pályázati összegre pályázó város. Remélem, ez a 2022-27-es pályázati ciklusban szerepel, ezekbe szerepelnek a TOP plusz pályázatok, illetve kulturális pályázatokba, illetve turisztika fejlesztésben is gondolkodunk, és abba is bekerül majd egy-egy pályázati anyag. Amiről még nem beszéltünk, és a város életét befolyásolja és előre viszi a turizmus körébe, a Duna Ökoturisztikai Centrumunk, amit
amit én azt gondolom, hogy egy olyan színfoltja a város életében, illetve most már nyitunk egész megyére, illetve hát az álom az, hogy azért az országos színvonalat és az országból bárhonnan ide látogatóaknak be tudjuk mutatni. Itt elvileg a Dunamenti Turisztikai Centrum is fejlesztésre vár, illetve tovább fejlesszük, ehhez is majd a TOP pluszos pályázaton belül egy ilyen 150 milliós pályázat beadását fogjuk még a tavasz folyamán eszközölni, úgyhogy amiben még alakulóban van, hogy mit is fogunk fejleszteni, de azt gondolom, hogy egy nagy meglepetés lesz majd ez a fejlesztés itt a város életében. Amiről beszéltünk, hogy egy 435 milliós beruházás indul, illetve 450 milliós beruházás indul majd itt az óvoda életébe, ami valószínű, hogy az év második felében, vagy a következő évben fog megindulni. A tervek megvannak már, engedélyeztetett terveink vannak rá, úgyhogy hogy igazából ez lesz a következő 22-es, illetve a 23-as évnek a dolga. Ami egy nagyon új dolog még az, hogy úgy néz ki a régi álom, 12-13 éve ugye üresen álló volt Petőfi iskola. Most nagyon úgy néz ki, hogy megoldás és pont kerül úgy az életére, hogy újra élettel tudjuk megtölteni majd. Ez valószínű, hogy egy nagy beruházás indul majd a Petőfi iskola életében, átalakításokkal, ugye, mert nagyon lepusztult már az épület, és a funkciója marad. Ugye ez egy 100 éves épület, tele olyan emlékekkel, ami valóban a tanítást és az oktatást szolgálta az elmúlt 100 évben, és remélhetően ez a következő élete is ezzel folytatódik. Igazából annyit el tudok árulni, de majd ezt folyamatosan fogjuk tájékoztatni a lakosságot, illetve a megyét, hogy egy év főiskola készül itt ezen a helyen. A régi épület felhasználásával, tehát felújításával elindul egy olyan folyamat, hogy én azt gondolom, hogy egy pár éven belül ott újra elindulhat az élet, az oktatás. Én azt gondolom, hogy a városra ráfér ez az idézőjelben sok-sok pénz, amit most az elmúlt időszakban, illetve a következő időszakban pályázat útján elköltünk a városba. Ezek az látványos dolgok, tehát maga az útfelújítások, az infrastruktúra felújítása, ez mind érezhető itt lábatlanon, és én azt gondolom, hogy itt ez a lábatlaniak életét könnyíti, illetve teszi komfortosabbá. Hát a kulturális élet, meg azt gondolom, hogy az meg főleg erről szól a mai rohanó világunkban, és sajnos a mostani vírushelyzet, ugye, pontosan a közösségek széthullását, a közösségek kicsit beszűkülését hozta, és hát még egy, azt gondolom, hogy pár hónapig még ezt is hozza. És mi ezt próbáljuk oldani ezekkel a kulturális eseményekkel, koncertekkel, színházi darabokkal, kamaradarabokkal, hogy kicsit közösségeket alkozunk. Elindítottuk ezt a táncház programot is, ami pontosan erről szól, hogy olyan eseményeket és olyan koncerteket hozzunk, ahol tömegeket tudunk megmozgatni, közösségeket és közösségeket tudunk újraalkotni. Úgyhogy ezt én nagyon fontos dolognak tartom a mai világban, hogy újra legyenek olyan kis magok, kis akár nyugdíjas közösségek, akár gyerek, akár felnőtt táncházaink, kulturális eseményünk, ahol tényleg össze tudunk jönni, és együtt tudunk lenni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! A Tatai Körzeti Televízió hírháttérműsorát, a hírszemlét látták február 1-én kedden. Tartsanak velünk holnap is, további szép estét kívánok, viszontlátásra!